engem? Majd meglátjuk. Fogadják sok szeretettel William Shakespeare sok hűvó semmilyen című darabját, a JPTR 2-es számú gyakorló általános iskola szijátszó körének összeállításában. Én nem tudok komédiát. Ha bajom van, komor vagyok, senki sem a szikhaján nem mosol.
kedvesen nézel, és egy tócsemszó, szívesen sétálok, sőt, odébb sétálok. Velem együtt? Úgy is mondhatjuk, ha tetszik. S mikor tetszik? Már ki tetszik a képet? Szeretném, ha szeretnél. Én nem szeretném, a te érdekedben nem. Mert sok rossz vigolyám van. Például? Hangosan imádkozom. Nem van, annál jobban szeretek, hanem nyílt mondják az ember. Bár lenne Isten egy jó szántos, ámen. S benne válik az Isten hírével. Fölényes vagyok, és a nekem rombolt üdeget a vajonmondásaimat. Hát ez így, hogy nem lehet mondani. Tudom bizonyosan, hogy jól ismered. Én ugyan nem elhihetem. Még sose nevettetett meg? De hát ki az? Ó, a herceg bohóca, ócska egy bolond. Egyébként is tud kitalálni, mint képtelen rágalmakat. Csak holmi korhelyek mulatnak rajta. Nem a szellemesség örögöd el, hanem a gorombasága. Tetszik is, bosszant is, megnevetik és megveszik. Bizonyosan itt kerik valahol. Nem bánnám, ha nálam köt neki. Ha megismerem azt az urat, elárulom neki, hogy mit mondtál. Csak rajta, rajta, majd kivág róla neki hasonlatot. Salár se hederítenek, meg se mosolyogják, rögtön búskomorságba esik. Akkor egy pogonyszer ott marad az asztalon, a bolond nem vacsorázik. Kövessük a táncosokat. Minden jó van. Megismerlek, hát kinyered, Zorio. Savanka, nem? Megismerlek a rekkedős fejedről. Igaz, Savanka. Csak utánzó. Á, nem tudnád ilyen fényesen utálni árnyoldalait, hanem ő maga volna. Ez az ő arcok kezdet, az vagy az vagy. Savanka, nem?
a munkányi szíjátszókot tagjai vagyunk. Nevünket a darabhoz választottuk. Csak részleteket adunk elő Márti Krén, Kardos és Királyfi című regényéből. Olyan részleteket, melyeket dramaturgiaink használtunk fel. Központi témánk a kiszolgáltatottság volt. A regény szövegét átírtuk, a jelenetek sorrendjét megváltoztattuk. Thank you.
mint ha más lenne. Ne mocsolj! Te csak ahhoz érkezz, hogy nyakból! Ezért nem tudom szomott kordában tartani. Nyugtól, amíg alszik, ha hirtelen felébredtenék, meg lenne a bizonyíték. Emlékszel, 3 éves volt, amikor buskapor robbant az arcába. Azóta a felriad mindig a szeméhez kap. Kifelé fordított tenyérrel, ott senki más nem tesz. Keltsük fel, gyere! Ha jó van. Tom, kedvőd! Istenem, ez nem az én fiam! Ne őrülj! Hát tényleg ne őrülj! A kezed nem őrülhetetlen! Elszú, megfordulni, jönnek a borosztó! Hallod-e? Menekülünk kell! Tom, gyerünk, különben téged is valaki foglak! Ezután téged gyerekre foglak vinni, engem meg fogszak! Megértetted? Most letérdezd, és elkezded végre a kélekedést! Engem ugyan!
Tisztelt közönség! A Selyeli Kis Géza általános iskola produkcióját látják. A színdarab, installáció. Bármilyen hasonlóság a darab és a magyarság között kizárólag a véletlen művel. Igazán rendes vagy, hogy érdeklődsz belőlem. Tudod mit? Elmesélem az életem. Ébresztő! Jó reggel! Megöl a stressz, milyen vicces.
fiam, de nem fog, ne haragudj. Á, amúgy se lenne jó, ügyeskedek, Emre. És mondjuk szombaton? Szombat? Szombat természetjáró. De hát ott találkoztatunk, nem? A legábbis is külön csoportolt be minket. Igaz. És mit szólnál a vasárnaphoz? Á, de délelőtt tanulni kell. Délután meg jönnek mamámék, és szervizbe kell vinni a motort. Az nagyszerű, elmegyek veled. Jó, és akkor elmegyünk motiba. Jó, szuper. Ringasson, ringasd el magad,
Csányaszról is mindjárt a varja és a babi háborúja, indiai népmese feldolgatása. Rendezte Csokonai Iván. Lehet, hogy már a Thank you.
Fehér Maroktól a tulajdonosa. Neked, kedvesem, mi a véleménye? Köresség! Elnökség gonosz, rendkívül erős és elvetemű. Ennél fogva most sem a béke, sem a háború nincs a helyén, hanem csak a menetelés. A menetelés pedig két hírű lehet. Ha életünkön és javánykán fejtjük, visszafelé megyünk. Ha pedig hódítani akarunk, előre megyünk, bejutjuk az ellenség földjére. Értem. Csak azt tudnám, hogy mi merre megyünk. Ha erősebb támad a gyöngédre, a gyöngél vonuljon vissza, és sem békét ne kössön, se háborút ne kezdjen. Azt tudnám, mi melyik vagy? A gyengéd, ahogy az erős. Röntgyvétertés, közművelésű minisztere, a lóvéhúzás világbajnoka. Te is mondd el a véleményed. Uram, nekem viszont egyik sem tetszik a három javaslat közül. Sem a béke, sem a háború, sem a visszafogás. Én azt ajánlom, hogy várjuk be az ellenség támadását. Azért vagyunk karja, hogy várjunk. Jól mondják. Ha tisztán találkozunk, nincs is méltó ellenfele, de ha száraz földre kerülünk, a kutya is végez vele. Csirmacski, te hintelben kárgó vagy. Küldjünk, bölcs miniszter. Te is szólj. Itt is meg a fejed fejben, úgy kavarognak az évek, mint forgós évben a vagyunk. Uram, már éppen megsértődtem, hogy mindenkit megkérdezel, csak éppen engem nem, a szakértőt. Mit értenek ők, a laikusok, a bonyolult nemzetközi kérdésekhez? Semmit. Éppen ezért mindnyájuk véleményét elvetem, és amondó vagyok, hogy a jelenlegi környülállások között csak a szövetkezés a helyén való. Jól mondják? A társ nélkül magasban áll, az erősen tehet sokat. A lányák félre véleszti, lobogó tűz is lerohad. Ragyogó ötlecsül, de... ki hagyandó szövetkezni? Éltes Tiracsi, aki atyád minisztere voltál, aki már minden életből kezdjét túlsó partjára jutottál, mi nem hajlással tudtunk vele, hogy benne sértődj, amiért utoljára fogjuk. De azért tettem így, hogy valamennyit meghallgatása után legyítéltes, mi a helyzet. Szerencsét, hogy öreg apádnak szólítottál, mert már éppen felfújt bennem a sorsfejét. Szegény anyám, Isten igosztolja, nagy bimbarba fújtott, s egy éjszaka összeállt a sorssal. Nem dicsekvésből mondom, de csak addig merték csúfolni, ezért, amit fel nem csepelettem, de nem csak erőm, eszem is volt mindig. Így lettem már egész fiatalon, szegény apád első minisztere. Tudom, akkor tudom. Ezért is kérdezlek téged. Az erőm az már elfogyott, ugye? Az eszem az megvan. Én mindig úgy vár, mint a borotka. De hogy elnök a lencsem, nem arról fogok én itt beszélni vele. Mindaz, amit ezek a miniszterek itt elmondtak, az életbölcsesség tankönyveiben gyökerezik. A maguk idején mindegyik tanácsolás felelünk volna. Kár, hogy egyik nem sikerült a maga ideje. Most a kétszínűség van a helyünk. Jól mondják? Sose bízzál! Légykész mindig békére és háborúra! Ellenséget szépen van kartal, derűre és borúra! Kopenhág, a kétszínűség fegyverén használod, megállunk a helyen. S kapcsiságánál fogva távol tarthatod ellenséget. Ha pedig még gyenge oldalát is kihúhatod, meg is ölnek meg. De hiszen én nem is tudom, hogy hol van az ellenség. Hogyan kuhatolhatnám ki a gyenge oldalát? Kéne útja. Csak azt tudnám, hogy mi az oka annak, hogy a varjak és a vaglyok szüntelen, halálos ellenségeskedésben ülnek. Régi is túlja ezt, fiam. Hosszan beszélt róla. A parancsokról is. Persze, de nem olvastad a parancsokat rá, igaz? Igaz. Kár, lacskár. No nem volt, majd elmondom őket. Köszönöm, Sos
és olyan kérdés, meg akkor még olvasni is csak ő tudott. Ez utóbbi komolyan esett alapban, mert számosan úgy gondolták, különösen a vének, akikben már nem volt elég erő a vad szokásokra, hogy eljött a civilizálódás ideje, már fel is ültették a babjot a tóra. Amikor jött a vad, az meg csak károgott, nevetett. Úgy annyira, hogy abba kellett hagyni a szertartást. Mit nevezte? Kérdezték többen is. Titeket, akik olyan bolondok vagytok, hogy éjjel látottak a nappal látott irányába tenni. Nem segített azoknak, elzavarták a babjot. Olyan régen volt apu, hogy Arimradon sem emlékeztek. Nem lehet-e, mi végül? Ne! Akit a hatalomtól megfosztottak egyszer, az nem felejt sok. Különösen elég egy. Ha pedig a múltat Arimradon el is felejtette volna, az biztosan tudja, hogy minket pusztítani kell. Ilyen dolog könnyen válik reflexió a hatalmasoknak. Hittek, hiába van vétőnkja. Mit számolt, hogy csupán egyik tegyerünkkel tapsoljunk, hogyha mi is nem cselekszünk, nem terít be a sorsunk. Fóval? Valaki fejét veszte, meghátrál és elmenekült, el van veszve minden.
szívében hátba akart ellenetek bújni. Erre én mindig voltam buta. Húha, nem én volna hátra kelni velük. Ádván most a én, hogy ajándékunk volna elhívtem az ellenséget, és mivel szövetség. Jól mondják. Mondtam, jól mondják. Hát engedett minden ered, ha életed meg.
hogy milyen bölcs vagyok, Kristin meggyőződhetsz róla. Számítek országon volna. Engem tudom, de miért? Hogy az életemben túl ne járás, de másokon is van. Belsősérzés. Mindenki hallotta, milyen gocs vagy utidalmaztál, mielőtt a bagyokhoz mentél volna. De uram, hisz mindenki tudja, hogy ez cselbolcsú van, és kifejezetten ne kértél meg rá. Mindegy az. Öreg. Aki egyszer káromolta uralkodó jelenét, az máskor is megteszi, ezért hát azonnal takarod. Ujj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 j
Lehet, hogy mára még kuhu, de holnapra hamu. Lehet, hogy tegnap még kuhu, de mára már hamu. Most, aki lelent, holnapra kegyent. Most, aki kegyent, holnapra lelent. És aki halad, szabad is marad.
másokat, ezeket az asszonyokat. Ellenpárló, ne légy gulá, te vagy itt a cigány vagy, de tudd-e? No, tovább nem robódjunk, asszony népen letárgyalunk. Vissza, siessünk el innen, nincs itt a többieket. Kik lehettek? Mit akartak? Csak szófoszlányokat hallottam. Tudtam, mire cigányokat tettek? Csak nem lopni készülnek. Mihez fogjunk? Mihez tennünk? Gyorsan urunkat ébresztünk. Az alvást majd folytatják este, az enyémeként felébresztünk. Jól beszéltem, de most már utána kell nézniá. Kik ezek a jövedények? Mit akarnak? Most meg hova lettek? Intézkedjük gyorsan, Almus! Egy kék alatt nekem, Janus! Majd az uram intézkedik, falubíró megteheti! Végre megjöttetek, ez már szülő Ámini! Na, meséltek bírósát! Sokat aggódtunk értetek! Végre, egyetértünk, majd vándorunk, tovább jelünk! Mit tudnék ezután mondani? Döntse, hogy szíved itt áll, mert
mégiscsak a bíró Dina. Döntsön, fogyja. A bíró is ellátulva. Mit csinálja? Ha engedek hazamenni, alig merek. Ha meg szívemre hallgatok, alig ha nem igen mondok. Tudom én, mit azért ember, hogy a kintasztom a dán körbe. Fölhármázzák a falut, tudhat mindkettő kimeredni. De ne féljen bíróra, Sándorf a tiltásukat. Lefegyverezzük asszonyainkat, meggyőzzük falukat. Jöjjön! Jaj, de várjuk, uram, nyáros, kit intéztek, mondja már most. Így szoporog a fal népe, a hír várva, s kicsit félnek. Mit intéztük? Hát elmondom, ha csak megint meg nem hatódok. Üljön neki a székben sorba, beszámolok pontról pontra. A falu végén valóban cigányok laknak, ezt már közelünkben laknak. Így telepet hoznak létre, egészen a falu szélre. Jaj, Istenem, végünk, eztán cigányok tűnt érünk. Ezt ne hagyjuk, tehát van mi más, a bíró semmit sem csinál. Most már elég, én azt mondom, hordd el magad, hordítsatom. Hiszen ők így csak emberek, segítsünk mi jó emberek. Segítünk, legyen nekik egyenlő. Meggyőzött jelmet mondhatom, ezért nekem az a javaslatom, nézzük meg a kamrát otthon, s vigyük nekik ennivalót, egy kis éjségcsillapítót. Szívemből beszélsz, asszonykám, mégiscsak van szíved, látom már. Pakoljatok egy zsákot belé, én majd elviszem neki. Hoztam egy kis kenyerecskét. Én meg megfejtem a kestét. Tolónát adok én neki. Hozzám hagyma, jó eszem is. Zsírtattam a lábuskámba. Én meg jobb a vacsorára. Mi hamar megtett ez a zsárát? Lili Lóla, vigye is már, hadd esenek szegények, a hagyatom biztos, hogy így értek. Hol vagy cigányok bajdája? Biztosan kérlek a kámpára. Gyere cigányok bajdája, itt van a falu bírája. Jó napot, édes kedves bírói. Jó ét hoztak, állványt hoztak, várjuk szíves választ. Jó ét hoztam, elmondhatom, közben ezt megmutatom. Összejött a falu része, minek ez a véleménye? Maradjatok, ha akartok, mi majd segítünk voltatok. Hoztunk egy kis ennivalót, ami kamerában volt. Jaj, édes bíró urám, a jó Isten áldja meg magukat. Édőinkre maradhatunk, jó emberekre szállhatunk. Bíró urat és a társak, menjen haza Hamárjába, gyűjtsék össze az embereket, áldássák az örömünket, jóságukat még már átszak, felmutatjuk kárcainkat. Figyeljetek, feleségek! Gyertek gyorsan, ne késztek! Elmondom, mi lesz a program, megnézzük a cigányokat. Én tisztelt falu népe! Mulatni jöttünk mi ide! Köszönjük a jóságukat, kérjük, érezzük otthon magukat! Foglalják el a helyüket, az előadás kezdődhet! Thank you.
fogadják szeretettel a Berendi Fókamanók által előadott színdarabot, melynek címe Rónakvéd mennyasszony. Ez a történet egy vásári komédia, és Baranyi Ferenc keze által íródott. Még mindig itt van. Valaki most megvár. Ott
tudtam róla, amit papoljak többet. Jó járás! Hóra! Akár belgát is napoztatok meg! A magmantus! Jó tesz majd most mondják! Ami érdekesség van itt még? Semmi! Ha csak nem úgy, hogy a múlt témel volt utoljára has. Has, has, hol? Mert aki a lányát feleségül kér. Csoda! Lányok! Én a lovamról beszéltem! Atyám, uram, bárjon, Istenemre kérem!
meg jöjjön egy tündérlányka, én bizony azt se várom, hogy nincs a hagyománya. Így lopják az időt, órák és vitázzák. Nekem édes mindeniket szüle vártál. Menjen a cisztára, miért ne legyek párja? Fiába is van egy kis időt, ne nincs vagyonom, se pénzem. Ám az életem szépen belzel élem. Nem addig van az ám Zsuska, te kis pokolsát. Azt hitted, hogy apám, hogy kőszívű is gonosz? Égen megfogadtam, ha téged kapom, reségjük érne. Oldozományt adsz, mintha lányom lennél. Nos, jött nekem érne el nagy alkalmatossággal. Yeah.
Nem, nem! Ennek már szabad! Nem, hogy elmaradj!
kicsi csupor.